Sziasztok, ez itt a Sárkánydar, benne a Dragon Ball Sparking Zero újabb előzetesével, ami immáron a hetedik. Ebben a szakaszban a tornáknak a hangulatát tudja nagyon képviselni a játék, ezáltal elmerülünk a DBZ Buu szagájában, valamint az erők nagy tornájának a tornáját is megadják. Óriási lesz az élmény, és úgy megcsinálták a tornás karaktereket, hogy ez oltárinak számít. A vicces szereplőkre is gondoltak, ráadásul még új húzást is láthatunk, azonban a főszámot mindenképpen az Ultra Ösztön vs. Jiren jelenet adja a számunk. Bombasztikusnak számít, ahogy a játék meg tudja idézni a szuper animét, ráadásul még azzal a fúziós harcossal is lehetünk, akit az erők nagy tornáján láthattunk, illetve már is akad egy olyan megváltoztatott szál, ami nagyon érdekes megvilágításba tudja helyezni a történetet, és lehet, hogy Vegito vs. Jiren jelenetet fogunk kapni. Az erők nagy tornáján a fúzió sokat számít, viszont Goku és Vegeta fúziója végül nem került elő, noha azt éreztette a történet, hogy ezzel jobban boldogultak volna Jiren ellen. Lehet, hogy a Sparking játék ezt a lehetőséget akarja megadni a rajongók számára, és ezáltal már itt is változás lesz a story módot illetően. Az előzetesben ugyanis létrehozzák Vegitót, aki Jiren ellen áll ki, míg a körülmények az erők nagy tornájáról valóak, és csak az a furcsa, hogy nem kékben szerepel a fúzió. A Super Vegito formájában láthatjuk a hősünket, aki egyébként nem lehetne olyan erős, hogy képes legyen megszorongatni Jirent, így lehetséges módon az előzetesben csupán egy becsempészett, sima VS jelenetet láthatunk. Vagy nem egy story módos harcot láthatunk, vagy tényleg a történetmódban vagyunk, és azért választották a Super Vegitót az első menetben, hogy kapjunk egy átváltozási versenyt a következőben. Vegito átmegy a kék formájába, míg Jiren a full power módjába változik át, és ezen a téren is egyenlővé fognak válni a feleink. Ami azt jelenti, hogy külön formában és karakterként kapjuk meg azt a félmeztelen Jirent, aki a mester Ultra Ösztön ellen küzdött. Vegitának az arany aurája nagyon jól néz ki, olyan mintha tűzként égne rajta, míg Jirennek az aurája olyan, mint egy vulkán, és lávaként tör ki rajta, vagyis Jirennek a kialakítása nagyon pacekos lett. Az izomzatával nekünk még a normál módjában is van gondunk, mert kevésnek tűnik, de reméljük, hogy a full powerben több musklit fog felszedni. Az ütése káprázatosnak számít, hogy eltalálta az ellenfelet, de észrevehettük, hogy a jelenetkor szikrákat is láthatunk, ami lehet, hogy Jiren hatalma miatt van, vagy az is lehet, hogy Vegito úgy szikrázik, mint az SSI 2-esek. A Budokai 3 játékban szintén a hiperharcosok szikrájával láthatjuk őt és Gogetát is, így lehet, hogy a fejlesztők ez alapján döntöttek így. Ezáltal erősebbnek látszanak, ami a játékokban is nagyon működni szokott, ráadásul az is lehet, hogy a Sparking Zero megőrizte azt, amit a Tenkaichi 3 is megadott a számunkra, hogy ezek szerint a fúzió 9-es szintnek számít az elérhető 10-esből. És mivel az SSI 4-esek is 9-esek, ez azt jelenteni, hogy olyan erősnek teszi őket a játék, mint a kékformákat, elvégre az SSI 4-esek és a kékformák egyforma erősek. Így már érthető lenne, hogy a Super Vegito miért harcolhat Jiren ellen, a számokkal jelölt szintek pedig nagyon sokat adnak a Tenkaichi 3-hoz. Így jó lenne, ha a Sparking Zero-ban is lennének, mert ezzel eldönteni a játék, hogy kit milyen erősnek kell gondolnunk. Vegitónak a vágásos jelenete elképesztően néz ki a játékban, hiszen amikor a kardja átmegy Jirenen, olyan, mintha egy villámcsapást látnánk, ezáltal itt is olyan megvalósítást adnak, mint a Majin Vegeta támadása esetében. A vágáskor Vegito úgy néz, hogy el lehet tőle tátani a szánkat, és még nem is láttuk a legerősebbjét, ami véletőleg egy Final Kamehameha lesz, vagy egy olyan támadás, amit még nem is mutatta. A kardos jövőbéli Trunks a Tenkaichi 3-ban is óriási kedvencnek számít, hiszen nála használtak például olyan hajmozgást, ami máig nagyon megragadónak számít, ráadásul a kardos technikái elképesztőek. A szuper esénye is ezt viszi tovább, amivel elérték, hogy ne csak a szuperharcos módjával akarjunk lenni, ugyanis a normál módja is lenyűgöző. Igazi kardmester vált belőle a játék szerint, az ellenfele pedig az a Rózi lett, aki az erők nagy tornáján a láncsapathoz tartozik. Kihozták belőle a jót, mivel a verekedése kiváló, és mivel nem sokat mutatott a tornán, a játék is kitalálhatott neki kombókat, Trunks pedig olyan legerősebbet adhatott be, ami a jövőbeli Trunks legerősebbjét idézi meg, csak itt többet látunk a gömbből, amin át jönnek a vágások.
utána egy nagy robbanás keletkezik, ami már eltérésnek számít, ezt követően pedig Ribrien akciózik, és hát a látvány tovább fokozódik. Tréfás húzásai vannak, de biztos, hogy erős lesz, és amikor átváltozik a szuper módjába, nagy a szárnyai effektje és a teste is. Lehet, hogy csak a legerősebb támadását láthattuk, és ezáltal csak így fogjuk meglátni a pillangós módját, de az is lehet, hogy külön formaként is át fog változni, és olyan módon irányíthatjuk, mint az Ozarukat, de az látszik, hogy nála a kerekdet idomokat jobban meg tudták csinálni, mint mondjuk az izmokat Gokuékon. Amikor Trunks csúszva hasít egyet, ez olyan kemény, hogy az Android 13-as mozit idézi, így lehet, hogy ezt a kombót ő kapta meg a másik kardos Trunks helyett. Spopovics és Yajirobe annyira képesek megidézni a DBZ-s Buu szagát, mintha az anime menne, azonban az kérdéses, hogy Yamu is játszható karakter lesz-e, vagy ő csak Spopovicsnak a legerősebb támadásánál fog mondjuk feltűnni. Yajirobe kardozása a Tenkaichi 3-ban is nagyszerű, ám ott a Poén helyett egy komoly harcost kaptunk, aki még az erőseket is meg tudja tréfálni. Ezúttal azonban úgy álltak hozzá, mint Mr. Satanhoz, ami azt jelenti, hogy több ilyen vicces karakterre is számíthatunk, és így egy külön csapatként is hozhatjuk őket. Dabura olyan pokolira sikerült, hogy már is irányítani szeretnénk, mert ahogy a kardjával támad, a mozgása elképesztő erőt sugároz. Tudja, hogy lesz neki köpése is, aminek hatására az ellenfél kővé fog fagyni, ami lehet, hogy szupertámadásként fog bekerülni neki a játékba, de az is lehet, hogy kis képességként és ezáltal akció közben is meg tud minket tréfálni. De a sötét gömbjét is várjuk, valamint a tűzfújását is, ami úgy perzselhet ezzel a grafikával, mintha egy sárkány tenné. Mr. Satan a legendás sorozat verését adja be az ellenfélnek, és ahogy a Tenkaichi 3-ban van, az ellenfél ugyanúgy itt se meg se tudja ezt érezni, azonban van, amikor a Tenkaichi 3-ban nagyon is megérzi az ellenfél, így lehet, hogy a Sparkingban is így fog lenni. Anilaza, a fúziós lény olyan meglepetést okozott az erők nagy tornáján, hogy megváltoztatta még a műfajt is, ám a végén ő adta az egyik legjobb akciót a versenyen. Ezzel adtak egy újabb óriást, akit irányíthatunk a játékban, ráadásul mozgékonyabbnak látszik, mint az Ozaruk, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy erősebb is lesz náluk, és amint beadja a dimenziós ütését, a látvány nagyon jól néz ki, és nagyon hasznosnak is látszik. Olyan, mintha Janemba harcolna óriásként, majd beadja az elemésztő gömbjét, ami úgy néz ki, mint egy felrobbanni készülő bolygó. A berobbanáskor tűzvész keletkezik, mintha rakétákat láthatnánk a képernyőn, azonban semmi se tűnik veszélyesebbnek, mint az Ultra Ösztön. Az Omen mód fenyegetőbb lett, mint az ezüsthajú Goku, mert azt valósították meg, amikor először változik át a hősünk. A Rosé Black Goku ellen vetették be, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy itt is változtatás lesz a történet szerint, ráadásul Black Gokunak az effektje annyira jól néz ki, hogy ennél jobbat nem is tudnánk elképzelni a játékban. Sokban utalnak az effektjei a Fighters játékra, hiszen ugyanúgy robbannak be a pengéi, ám az Ultra Ösztön már más, hiszen ott nincsen Omen mód, és olyan márványos aura ég Gokun, hogy ez ámulatba ejtő. Pont úgy soroz, mint ahogy Jiren ellen is teszi, ráadásul még az átható nézését is meg tudták valósítani, ráadásul amint be akarja adni az utolsó ütését, ez pont az a jelenete lehet, amit az animében is láthattunk Jirennél, csak a hősünk közben lemerült a formáról. A Rosé módnak véletőleg a kaszája lesz a végső támadása, és ahogy előjön a kezéből, olyan, mintha egy tűzládzsát nyomna szét, és a hasítás is bombasztikus. Az új karakterekkel, valamint a DLC hősökkel is bőven maradt még hely a karakterlistát illetően, és mivel azt pletykálják, hogy az angol szinkronnal új szinkron jeleneteket vettek fel, lehet, hogy mégis nagyon nagy remény van a GT-s karakterekre. Így hamarosan jöhet a GT-s előzetes, ahogy mi azt találgattuk, és az SSC4-esek, akik úgy tombolhatnak, hogy pislogni se tudunk majd. Vagy majd DLC-ben fognak érkezni, csak az legyen, hogy tényleg érkezzenek, hiszen nem bírnánk azt ki, ha mondjuk nem hozhatjuk a kék formát az SSC4-es ellen, ezáltal nagyon várjuk a további információkat. Ha nektek is megvan a véleményetek a Sparking Zero újabb előzeteséről, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is felejetek, nektek is jobbnak tűnik-e az Omen mód, mint a Mester Ultra Ösztön a játékban. Ez volt a Sárkányradar benne a DB Sparking Zero 7. előzetesével és annak kibeszélőjével. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is, hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkold, kommentelj és iratkozz fel. És keresd a csatornát a további tartalmakért.